Nagy szeretettel köszöntöm a Sláger FM visszapillantó című műsorának nézőit. Tudjátok, hogyha feliratkoztok, illetve a kis csengetyűt is megnyomjátok, akkor elsőként értesültök az új tartalmakról. Mi pedig nagyon örülünk, neki nagyon szépen köszönjük. Egy hölgy sztár vendégül itt velem szemben, végre valahára, hát sikerült összehozni. Fogel Adrián! Szia! Szia, sziasztok! Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, sűrű teendőid mellett, mert hát a rally az menetel. De hát most mondjuk még az off vagyunk, de ha minden igaz, majd február elén kijön a versenynaptár, és onnantól kezdve egy másfél hónapra már versenyzünk is. Ö, ennyire rövid határidő, nyilván már tudod előre, hogy onnantól fogva másfél hónapra már versenyezni is fogtok, tehát hogy a felkészülés az már megvan, ez mennyibe befolyásolja mondjuk a versenynaptár alakulása? Igazából sem ennyire, mert minden az egész szezonra ugyanúgy készülök minden évben, valamikor picit lazább azért a, a versenyszezon, de, de most nem erre készülünk, hanem egy elég erős versenyszezonra készülünk a navigátorommal Mikivel, úgyhogy már megy a felkészülés mind a kettőnknek. Na ezer kérdés rögtön felvetődik, azonban akkor menjünk még egy picit vissza arra, hogy off-season van, volt ünneplés? Mert hogy Öt-ötszörre lettél az év női autóversenyzője. <laughs> Igen, egy kis is volt, ugye volt a diátadó, és utána elmentünk egy picit így a, a baráti társasággal, is sokkal kocintani. Majd jött a karácsony, kipihentük magunkat, és most már újult erőbe vetjük bele magunkat a munkába. Na, hogyha visszamegyünk egészen a gyerekkorig, akkor ö, ö, szerepelt ez valahol a te álmaid között, hogy mondjuk, ö, vagy el tudtad volna képzelni az álmaid között, hogy, hogy te valóban ismét ötötszőre is az év női autóversenyzője leszel, vagy egyáltalán, hogy női autóversenyző leszel? Gyerekként ez nem, abszolút nem ez volt bennem, bár az biztos, hogy fiúsabb voltam, mert, mert legóztam, mert kocsikat építettem, motorcsónakokat, és ugye, egy bátyám volt, úgyhogy vele sokat verekedtem. <laughs> de, de azt, hogy így, hogy, hogy én versenyző leszek, az később tudatosult bennem, vagyis igazából egy álmomá vált, és akkor elkezdtünk tenni azért az álomért a a, igazából az egyik társammal, és, és aztán eljutottunk odáig, hogy kipróbáljunk egy versenyautót, azt hál' Istennek jól sikerült azokat a tesztek, úgyhogy onnantól elkezdtük építeni ezt a DZLS karriert. Itt most nagyon nagy lépésekben haladunk, mm -hmm. tehát hogy ott tartunk, hogy legózol <laughs> bátyád, de a gyepájátok egymást, mm -hmm. autózol, és mikor jött az a pillanat, amikor mondjuk egy kicsit az autótologatáson egyel tovább léptél? 16 éves koromban, uh, akkor kezdtünk el így rallira járni. Akkor ismertem meg, hogy mi is ez az autóversenyzés, mint nézőként, mi? nézőként uh -huh. persze. Tehát akkor ilyen nagyon nagy rajongója voltam Turi Turitoméknak, hát nagyon sok-sok nagyon neves versenyzőnek. Úgyhogy, uh, úgyhogy én ott nem azt, hogy eldöntöttem, csak nagyon szerettem volna egyáltalán kipróbálni egy autót, de hát akkor még a jogosítványom sem volt semmi. Úgyhogy. Uh, elég mélyről indultunk, de viszont egész későn sikerült ezt elérni, mert akkor voltam 29. 29 komolyan. Jézusom, koholyan. az arcodat látnák. Ha nem, ha nem az, látják. hát az, tavaly volt. Hát nem is Igen, ötödjére. Na de figyelj, oké, kitaláljuk, szeretnék beülni egy autóba. Ezek valahol tök érthető dolgok, meg egy, meg egy íven meg egy vezethető az, hogy te csajként akarsz beülni egy rali autóba, kint a rali versenyen, és üvöltesz, és tapsolsz, és mm -hmm. a többi. Ez mennyire volt diszvonás, vagy mennyire volt furcsa? Így tavaly. <laughs> hát nyilván engem azért kicsit furcsán fogadtak a versenypályákon. Én pályaversenyzéssel kezdtem, ott tanultam meg, úgymond, az alapokat. Uh, és a rallit ez lesz majd az ötödik éve, hogy hogy elkezdtem. A pályaversenyzésben azért sokkal több a kon kontakt, a konfliktus helyzet, mert ott azért egymás mellett indulunk, lögdösük egymást, uh, úgyhogy ott, uh, ott azért többször éreztem azt, hogy hogy én, én, én csak egy csaj vagyok, akkor így nem annyira érdekelt, őket simán kitoltak. Csak de hogy az akkor a vegyes mezőny? A fiú-fiú mm -hmm. mezőny. Hát voltam lánymezőnyben is, de ott, ott összesen talán három versenyt mentem és onnantól kezdve én csak férfi mezőnyben versenyeztem, tőlük azért kaptam hideget meleget, de akkor, mikor már beleálltam ezekbe a csatákba, mert pedig ez elég hamar eljött, akkor már így elkezdtek tisztelni. És amikor mondjuk megnyertem egy futamot ellenük, akkor meg már abszolút maximális volt a respekt, és teljes értékű versenyzőként kezeltek, és nem azt gondolták, hogy most megelőzött egy csaj, mi lesz velem, hanem, hanem ez az életé kemény versenyek voltak, és, és kialakult oda-vissza a tisztelet. Azt mondtad, hogy három verseny után a csaj kategóriából te kiszálltál. Uh -huh. Ez minek köszönhető? Uh, igazából elsősorban hogy félbeszakadt a széria, uh, bár utána még volt versenyem, uh, később visszajött ez a kategória, vagy ez a séria, de de ott is egy, egy igazából egy három verseny talán hatályosítottam, tehát hogy nem volt teljes szezon egyik se, és, uh, és nem tudom, hogy talán az emberek jobban elismerik azt, amikor koedukált a mezőny. Bár sehol máshol nem nagyon vannak ilyen koedukált mezőnyek, mondjuk a SI is külön indulnak nők és férfiak. De mégis akkor van igazán értéke ennek a, az eredménynek, hogyha ezt egy férfi ellen ö, vívom meg ezt a csatát. Nagyobb értéke is van esetleg? Hát az emberek szemében mindenképp. Hogyha a pályautózással kezdünk, ott milyen, mi volt az első élményed, amikor mondjuk beültél, amikor, amikor összejött a dolog, hogy na itt vagyok, amit elterveztem, és akkor menjünk. Hát az, nyilván, milyen, az milyen érzés a... volt? Óriási adrenalin, tehát amikor először kipróbáltam egyetlen egy versenyautót, akkor egy ilyen félnapos tesztem volt, úgy lefáradtam, hogy alig találtam haza. Tehát, hogy mentálisan mennyire leterhel ez a dolog, hogy mennyi mindenre kell figyelni, és akkor még nem voltak körülöttem, akkor csak egyedül voltam a pályán, az autóban, és ült mellettem egy, egy oktató, úgymond. A, amikor már versenyeztem, akkor meg egy plusz, még egy plusz adrenalin, hogy itt azért vigyáznunk kell viszonylag egymásra, nem tehát egy normálisan egy ember, hogyha ütközik valakivel, akkor ott kb. a világ összedől, hogy úristen, nekem jöttek, mi lesz most? Itt ez teljesen normális. Itt, itt, itt például a, a Kia kupában ott állandóan lögdöstük egymást szándékosan. Tehát, hogy a 150-et keresztbe tolnak, az, az minden dolog volt. És ne lepődjél meg, szúrj egy egyest, ha beforgattak, azt menj tovább. Tehát, hogy ilyenekre nincs idő most elgondolkozni, hogy mi történt, vagy valami. Azóta vezetsz nagyon furán a közúton. De azért nem? ez kemény, igen. Tehát azért ez, ez, ez valahol drámai. Tehát, hogy a fotelhúszárok, mint amilyen én is vagyok, tehát, mm -hmm. hogy, hogy nézegetjük, és hogy jaj, most mi történt? Hát most nyilván nem akarom össze hasonlítani akár a, a, prémium, az elit focit, ahol tényleg hát egy fűcsomóban nyílt törés, tehát, hogy hogy ugye nyilván ott a hatalmas színészkedések, és tényleg fölborultunk, és jaj, fél órát fekszünk, míg 150 nek kilöknek, és, ilyen, és utána hát, jó, áll, van egy ilyen, aztán megyünk tovább. Tehát ugye azért ez valahol nagyon meredek. Ezt gondoltad te akkor, amikor még kívül álltál, és nézted, ahogy mondjuk raliznak, vagy akár a pályautóversenyeket nézted, hogy ez belülről ennyire meredek? Nem. Igazából nézed egy versenyt, mint hogy nézed a Forma egyet így persze fölhököz, de eszedbe se jut, hogy ott bármi történhet mondjuk a pilótával. Tehát, hogy, hogy megsérülhet. Pedig azért vannak szituációk. Pályaversenyzésben kevesebb a, a, komolyabb sérülés, mint a ralliban, mert ott nincsenek fák. Az útszélén van területed, ahol ki tudod forogni ezt, vagy meg tud oldani, hogy visszagyere a pályára. A rali azért az más. Ott uh, ahhoz az nagy bátorság kell. Oké, okay. jaj, annyi kérdés, és annyi, e, próbálok csak így mazsolázni a saját fejemben valahogy összerakni. Oké, okay. amikor a pályaversenyzés, mert ugye két dolog, teljesen más a kettő, de a veszélyeit most nagyjából ugye összeraktuk, hogy mi miben veszélyesebb a másiknál, vagy mi, miben izgalmasabb, vagy extrémebb a másiknál. Téged ki féltett? Volt ki félcsen, volt, volt aki, azt mondta, hogy biztos, hogy biztos, hogy ezt szeretnéd. <laughs> hát a szüleim igen ők uh, nyilván féltettek, de azért biztonságosak is ezek az autók. A, édesanyám volt, aki egyszer látott a, egy balesetet. Bocs, ez volt neked a, 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 te kortás beszédet, hogy biztonságosak azért ezek az autók. Igen. A -a. Van hely, meg lehet a -a. oldani. Igen. Édesanyám egyszer látott egy balesetet, és mondta, hogy ő akkor ezt hogy többet nem szeretné látni, úgyhogy ő nem, nem szeretne a versenyeimre. Ő volt az egyetlen, aki így, ebből így kifordult, mert ezt ő nem bírja, de természetesen azért a csapatom, a csapatfőnököm, a barátok, a, a motorsport szulkulok, tehát ők mind azért féltenek, tehát Nyilván senki nem akarja, hogy megsérüljön ebbe a, a versenyző. Azon vagyunk mi is, hogy a célvonalat elérjük, aztán ne legyen nagyobb baj. És hogyha átvált, tehát hogy a, nem, nem is azt mondom, hogy emeljük a tétet, tehát részben nem emeljük a tétet, tehát a rallira megyünk tovább. Tehát ott mi volt a szlogen, hogy most akkor megyünk egy, egy kicsit izgalmasabb, mert itt most már fák vannak, és ott megyünk kilohatvonal mellette. Igen. <laughs> nem gondolok bele abba, hogy most nekem balesetem legyen, csak hogy minél hamarabb leérjek a célba nyilván az ember, a versenyző is azért van, van benne félsz, de, de az adrenalin ezt felülírja eleve, akkor máshogy reagálsz dolgokra, élesebben látod a szituációkat, amikor egy ilyen helyzetben vagy, úgyhogy jobban tudsz reagálni, gyorsabban tudsz reagálni, megpróbáld nem átlépni a határokat, a fizika határait. Ugye azért valami érdekes, hogyha a rally maradunk, hogy hogy ugye annyira, hát ez a klasszikus csőlátás és az a fókusz, amikor tényleg százszerzelékesen odafigyelsz. De még egy pálya versenyen is előfordulhatnak olyan körülmények, amik előre mondjuk nem láthatók, uh -huh. de hát egy rallinál ez, ez tényleg. Hát most, ha csak az időjárásra gondolunk, akár, vagy tegnap esett ott van egy tócsa, bármi, tehát hogy azért bármi olyan előfordulhat. Uh -huh. Ezekre az, a, az az elképesztő gyors reagálás, tehát erre te hogyan készülsz fel? Hogyan lehet ott lenni? a lehető legjobb állapotban, mentális állapotban? Hát nagyon nehéz, mert nyilván akkor tudsz legjobban felkészülni, ha versenyautóba ülsz és folyamatosan tesztelsz. De ez egy borzasztóan költséges sportág. Vannak rá olyan megoldások, hogy szimulátorozol, amivel elég sok mindent azért meg tudsz tapasztalni, kigyakorolni akár az adott gyorsaságit is, mondjuk nyilván ez nem a magyar gyorsaságikra jellemző, mert azok a pályák nincsenek fenn, de, de talán az a legjobb módja, meg hát fizikális felkészülés, azért vannak olyan edzések, mint például a box, olyan, olyan sportágok, amik még segítenek a, a reflexek gyorsaságában, vannak speciális edzések, Úgyhogy azért lehet ezeken javítani, meg hát nyilván, hogyha sok belsőt nézel az adott gyorsaságról, akár, akár elmész is megnézed a gyorsaságról, nyilván az off-seasonben, mert amúgy nem lehet. Úgyhogy ezekkel tudsz fejlődni gyorsabban és precizebbé tenni a technikáidat. Ez a fizikai oldala a dolognak, mentálisan hogyan lehet ezt összerakni, mert amikor odaérsz abba a pillanatba, akkor, akkor neked ott valóban száz százalékig kell. Hogyha tényleg arra koncentrálsz, hogy igen, a célba beérjél. Uh -huh. Mentálisan én, én nem tudom, csak szeretem csinálni, úgyhogy én nekem ez már mentálisan jó. Úgyhogy <laughs> hogy, úgy, hogy én ott akarok lenni. Ha valakinek ez mentálisan okoz problémát, akkor valószínűleg nem akarja annyira ezt az egészet. Vagy én nem, nem tudom, én nem, nem jártam így. Nem is arra mondom, Nem, nem, nem. Én, tehát ugye én arra gondolok, hogy hogy Lehiggadva, nyugodtan. De, igen, tehát hogy, hogy azt a fajta összpontosítást te abban az adott pillanatban, amikor szúrunk egy egyest és szevasz megyünk, tehát hogy abban a pillanatban te teljesen száz százalék, ezer oda tudják koncentrálni arra. Szerintem ez az adrenalin, adrenalin, az, ami ilyen helyzetekben segíti a versenyzőt. Tehát a, ott, ott, nincs. Tehát mi annyira tized másodpercek alatt kell döntened, amit észre se veszel, hogy effektíve döntöttél, hanem csak csinálod, és nem tudsz másra koncentrálni, hogy most mit tudom én, benne hagytam a vasalót a valahol, tehát így, így ezek így felsőbelülnek. Ráadásul magyaráz mellettem a navigátor, tehát rá meg az útra meg hát nyilván az ott lévő olyan dolgokra, amik mondjuk változást okoznak, mondjuk egy rengeteg felhordás egy kanyarban, tehát igen, mondjuk nem belátható, vannak ilyenek. Úgyhogy nincs neked itt id időt kalandozni, ahol mondjuk tiltáson mész. A bizonyára azért a kedves nézők között is előfordult már, vagy a nézőkkel is előfordult már olyan, amikor hát mondjuk a közúton ö, egy olyan szituációba kerülnek, amit mondjuk így Sikerült megúszni, és akkor eltelik az a másfél-két másodperc, és akkor úgy megjön. Uh -huh. Megjön az érzés, hogy í, í, ó, ez de jó volt, és akkor hogy elönti az embert az adrenalin. Na mondjuk pályán, egy gyorsasági szakaszon, amikor mondjuk akár, ahogy mondtad, egy felhordáson, hogy valami egy olyan szitu, ami. Oh, oh, ezen túl vagyunk, egy kicsit meredek volt, akkor hogyan tudsz tovább menni? Tehát, hogy olyankor én próbálok, most annyira próbálok belemászni mm -hmm. a fejedbe, hogy, hogy úgy érezzük, tehát, hogy van ez, mert itt oké, okay, az alkotáson átmegyek a piroson, mert alkotász, nem figyeltem, és átmentem a piroson, és mm. Hú, ezt megúztuk, elrontottam, oké, okay, de megyünk tovább. Itt onnantól fogva nem kell mondjuk nekem száz százalékon koncentrálni, hogy itt leguruljak még a ö, déli pályaudvarig, mm -hmm. hanem ott én ki tudom, hogy ventilálni magamból, és jaj, kijön. De neked ott a következő század másodpercben is ugyanúgy százalékon ott kell lenni. Hogy léped ezt tovább? Hogyan tudsz tovább menni? Én úgy gondolom, hogy az ott rajtól a célig ebben az állapotban vagy. Ott ja, értem, tehát nincsenek kiugrások, hanem így. Nincsenek, Aha. úgy a max az olyan szituációkban, amikor én tényleg vagy a majdnem az árokba kötöttél le, és akkor már, már nincs időt felfogni azt, hogy jó, oké, ezt megúsztuk, és akkor már, már a következő kanyárba vagy. Tehát, hogy nem fogod föl azt, hogy mit úsztál meg, csak a végén, miután hogy azt az ott egy meleg szituáció volt. Tehát így egy olyan felfokozott állapotban vagy végig mondjuk azon a 20 kilométeren, hogy ilyen nagyobb kilengések ott nincsenek, hiszen, hiszen már eleve fönt vagy. Ha már a navigátort említettük, itt azért lesznek még ezzel kapcsolatban kérdéseim, és ahogy te is említetted, magyarázott melletted, ahogy mondtad, tehát, hogy, hogy arra is nyilván, nyilván figyelni kell természetesen számos olyan rali belső videót látunk, látunk az interneten hatalmas népszerűségnek örvendenek, nyilván amikor jön a bazd meg az ott egy szarvas volt, a stb. meg nyomjad, szaladunk a közértben, nem tudom, tehát megy a bóckodás Hát ez nyilván nem az a liga, tehát hogy itt minden századra ugyanúgy ki van számolva, és ezért itt nem nagyon van ebben hiba lehetőség. Én most egy picit, nem tudom, most egy kicsit ingattad a fejedet. Igen, okay? előfordul. Akkor, akkor passzolom a napdát, jó? Persze, előfordul nálunk is, hogy Mikivel felröhögünk bizonyos szituációkon, mert például most az utolsó versenyünkön is volt, tehát, hogy egy, egy ilyen szőlősbe jöttünk le, aminek ilyen furcsa ilyen v-alakú uh -huh. útja volt, ugye be volt dőlve mindkét oldalról is, és volt benne egy ilyen törés, ami feldobta a Peugeot hátulját, és keresztbe dobta le, úgyhogy ráestünk a rétre, hál' Istennek a rétre. Ö, ott egy kicsit pánikolt a Miki mellette, de hát én is, de hát egyszerűen nem kaptam levegőt, csak csináltam a dolgomat. Ellenkormányzás minden, aztán visszaszúrtuk egyesbe, menjünk tovább, aztán mellettem így röhög, hogy nekem ez nagyon-nagyon tetszett, meg minden fel volt teljesen spanolva. Tehát, hogy ő is amúgy kicsit agyhalott idézőjelbe, mert ez neki jó, ez neki tetszik, de hát nyilván ez motiválja, hogy megúsztunk végül is egy balesetet, és mentünk tovább szinte karcmentesen. De igen, tehát valamikor van idő, hogy ezeket így megbeszéljük, de... Jó, hát amikor éppen a réten igen. karikáztok, és vissza a pályára, nyilván akkor erre van lehetőség, igen. Persze. Ez... Ugye a korábbi navigátorod, Notei Szívet volt, és most Mikivel versenyzel, ahogy említetted, önmagában ugye vannak ilyen ikonikus rali párosok, tehát, hogy a navigátor és a pilóta, de hogy én arra vagyok kíváncsi, hogy azt a fajta bizalmat, ami, ami hát azért egy, valahol egy feltétlen bizalomnak kell legyen, Absolut. azt, azt átültetni és vinni tovább egy másik emberrel ugyanúgy együtt dolgozni, ez, ez ebben milyen nehézség van? Um... Mindenképpen össze kell szokni az új párossal. Most uh, egy olyan szituáció adódott, hogy hogy uh, Ivetnek most egy picit le kellett tenni a, a navigálást, úgyhogy a Miklós a kedvese. Uh, ő ült be, de hát Mikit is ismerem már elég régóta. Tehát, hogy amúgy jóban vagyunk, uh, egy a, a ritmusunk, korán mindketten, uh, és, és nagyon szeretjük nyilván a rallit. Miklós is versenyzett sokat, mint uh, sofőr. Egy nagyon jó pilóta, sőt, magyar bajnok. Uh, úgyhogy ő tudtam, hogy amúgy is sokat fog nekem tudni segíteni, és ez be is igazolódott a tavalyi évben, és reméljük, hogy ebben az idejében még nagyobbat fejlődünk, vagy még fejlődünk, inkább azt mondom. Uh, Miki az elején nyilván rá kell hangolódnom, meg ő is, mivel hogy pilóta, nagyon sokat uh, néz, úgymond, ami, ami nem egy navigátornak a feladata, hanem hogy pontosan adja vissza mindig a, az infókat. De nyilván, Mikiben az, az elengedhetetlen, mert eleve kíváncsi kettő, hogy segítene, hogy hogy mikor mit csinál? Kíváncsi, ez, ez aranyos. Ez Igen, de hát mert figyel közben engem, közben navigál közben az időt, tehát borzasztóan sok a feladata, és plusz még nagyon szeretné, hogyha egyre sikeresebbek lennénk. Tehát neki is az a célja, hogy hogy azért gyorsasáikat nyerjünk, meg versenyeket nyerjünk, ami remélem idén már elő, elő is jön a zsákból. Úgyhogy az elején nehéz volt, és neki is nehéz volt az átállás, de, de azt gondolom, hogy ebbe az év végén már abszolút jól teljesített. Miben lehet egy navigátor rossz? <laughs> Tehát én, ugye önmagában ugye azok a kifejezések, meg azok az a szakzsargon, amit mezei néző csak hallgat és nem is érti, hogy egész egyszerűen hogy lehet ezt követni, és hogy lehet ezt a, akár a, a, tehát, hogy a felírás, hogy, hogy működik, mint működik. Mitől lehet rossz egy navigátor? Hát ha mondjuk késik, ha mondjuk késve mondja be az információt, ha már mondjuk ben vagy a kanyarba, és akkor mondja, hogy ez egy milyen erősségű, vagy ha pont előtte mondja. Ezt mindig kell egy ilyen Két kanyarral előbb mondani a már a következőt, hogy rá tudják készülni. Mert mondjuk, ha nekem most volt egy-két nehézségünk abban, hogy, hogy ahogy nézelődött, és mentünk tiltáson, hogy mondjuk egy 200-ra volt egy jobb kettő, és akkor mondja, hát még 200. Mondom, bocs, igen, de utána bocs mi 200 van? 200-ra jobb kettő, ezt magyarázzuk, Ezzel akkor Ez a 200 métered van még előre, és utána egy jobb, majdnem visszafordító, mondjuk az én felírásom szempontjából. És nyilván a tiltáson jössz, akkor el kell készülnöd a féktávra, hogy mennyi, mennyit fékezzél a, a következő kanyarhoz. És ha mondjuk ezek később vannak bemondva, akkor hamarabb elveszed a gázt, ergo időt veszítesz. Vagy ha Vagy később ha veszed, később, akkor, akkor meg, akkor meg, meg nagy igen. perec. Igen, <laughs> úgyhogy nagyon nagy felelősségük van nekik is meg akár időben, hogyha, mert itt percre pontosan kell beérkezni egy időellenőrzőre. Ha korábban mész, akkor kapsz egy perc büntetést, ha később, akkor tíz másodperc. És ez minden percnél így megy tovább vagy előre. Tehát, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy időben a percedbe menjél be az időbeíróba. Ez valahol nagyon érdekes, igen. És hogyha azt veszük, igen, a navigátornak tulajdonképpen a gyeplőt is fognia <hállt> kell ebből a szempontból, mert ugye nyilván ő nézi az időt, és akkor ahhoz mérten. Azért ett rettenetesen összetett feladat. De én nagyon. úgy veszem észre, vagy úgy veszem ki a szavaidból, hogy azért ő a tenyerén hordoz téged. <laughs> Jaj, de szereti ezt a szót. <laughs> Igen, innen üdvözöljük, akkor... Természetesen ő figyel, és... Nem, ja, küldött egy üvegbort, hogy mondta, hogy <laughs> ezt mondjam be. Nem. <laughs> Mindent értek. Igen, tehát, hogy Miki nagyon figyelmes, és nagyon... So, sok, sokat, sokat, fejlődött igen ebben az évben, egyre precízebb lett, de ugyanakkor, ha mondjuk én mondjuk felidegesítem magam egy gyorsaságén, akkor arra is képes, hogy ne nyugtasson. Tehát, hogy, hogy, még ebben is egy, egy, jó oldalát mutatja meg. Jól tudunk együtt dolgozni. De Ivettel is ugyanígy mentettük, tényleg egy pár, és tényleg ugyanúgy, nem tudom, nagyon jó velük menni dobod a labdákat, folyamatosan, felide felide felidegesíted magadat a gyorsaságén. Hát van, persze. Hát, mikor az ember mindig a legjobban saját magára tud mérgesen, hogyha valamit nem úgy csinál, ahogy, ahogy, eltervezte, vagy ahogy szeretné, és, és nem mindig jön össze. Tehát, hogy nyilván hibázom én is. És vagy belenyitok a gázba, ahol nem kellett volna, ez simán elfér, és igen, ilyenkor az ember dühös. És akkor mivel tud lehiggasztani például? Hát jó van, engeddel, nincs semmi baj. Jó, én is hibázok, törödött, mindig így mondja. De ugyanakkor magamat is tudom nyugtatni, mert én a pályaversenyzésben viszont azt az tanulja meg az ember, hogyha ott hogy ugye általában kizökkentenek az ember ritmusából elég hamar, és hogy gyorsan vissza kell állnod, hogy tiszta fejjel tudjál a következő kanyarban már, már versenyezni. Tehát, hogy az is sokat segített, de hát. Miklós is sokat segít. Igen, de hát a pályaversenyén ugye egyedül vagy, ott tehát vagy hogy ott a, a kedves, kedves versenyző társak zökkentenek ki, igen, Így mondjuk. Van. A... Így van. Ott volt egyébként rádió? Uh, igen, csapatrádió volt, tehát ott is úgy szóltak bele, hogy max a cél egyenesbe vagy egy hosszú egyenesbe, hogy ne zavarjanak a kanyarokban. Tehát ott is azért kell ez rálátás, hogy ki mikor zavarja a pilótáját. Csó, érdekes azért ez, a, ez az egész műfaj. Olyan apróságokon múlik. Uh -huh. Akár még azon is, aki a rádión beszél mondjuk veled, vagy a pilótával, hogy... Ha persze, hogyha mondjuk nagy csatában vagy, és tényleg százszerzelékben oda kell koncentrálni, hogy hogyan helyezkedjél, vagy hogy löknek meg éppen jobbról rá a másikra, akkor, hogyha még bezavarnak, akkor kiesel, és akkor nem tudsz, akkor jön egy ilyen rezet, hogy akkor, akkor biztos, hogy veszítesz időt, mert egyszerűen vissza kell állnod. Hmm. Igen, mondjuk egy ilyen, hogy... Jó lesz a rántott húst? <gül> <gül> ne, igen, igen. Te hogyan tudsz. Ö, oké, most megvan. Ö, Adri lehigadt, sikerült lehigasztani rendben van. Meg vagyunk egyébként, ugye én azt veszem észre, hogy te nagyon két te jóban vagy magaddal. De hogy. Ez jó hangzik. Tehát, hogy mi tényleg, te azt látom rajtad. De azért kell az idő, hogy te kikapcsolj egyébként. Oké, hogy ez neked szerelem és mondtad, hogy ezt éled, és, uh -huh. ez, és ezt így kell, de hol, hol kapcsolsz te ki? Hol, hol van az, amikor csináljunk csak egy picit valami mást? Hát mivel a versenyzés az nem az egész életemet tölti ki, hanem néhány hétvégét, plusz egy pár rendezvény, így nehéz kikapcsolnom úgy igazán. Nekem sokszor már a rally az, hogy bennünk az autóból az egy idézőjeles kikapcsolódás, azon kívül, hogy a fordulatszámom az elég magas de mégis úgy, úgy el tudom engedni a mindennapi problémákat, a munkával lévő dolgokat nekem, meg az üzletársamnak van egy italkereskedés a szentendrén, és azért ez elég sok időt vesz igénybe. Úgyhogy vagy a rallikon kapcsolódok ki, vagy pedig nagyon ritkán elmegyek egy hétvégére valahova és akkor így telefon kikapcs, és nyugi. És ugye azról, arról vagytok híresek, hogy nagyon gyorsan szállítjátok ki az itt. Igen, ha, ha, é, ha éppen úgy esik, igen, 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 igen eb, ebben megvan a Úgyhogy van civil életed, civil foglalkozásod emellett egyébként felismernek meg. Van az, hogy te, te ö, 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 gyanús, mint hogyha, mint hogyha, mint hogyha téged ismernének máshol igen, igen, igen. Ugye voltam műsorvezető a szuperkárban is, onnan is sokan azért felismernek, meg hát igen, tudják a, a is múltalmat is, mert itthon azért egyre, egyre inkább, hogy érünk el sikereket, egyre nagyobb a népszerűségünk, és uh, egyre többen szeretnek, és szurkolnak, úgyhogy én is ezt tapasztalom, hogy egyre többen ismernek föl, és uh, most is voltam egy rendezvényem, és ott is ketten odajöttek, hogy nagyon elismerik, amit, amit csinálunk, és hogy egyre jobban csináljuk, és szurkolnak nagyon Azért, ahogy elmondtad, a kikapcsolódásként is szinte betudható maga a versenyzés, mm -hmm. vagy a Rali számodra. De te azért kipróbáltál, hát tulajdonképpen elég sok minden olyan dolgot, ami mondjuk, hát most nem szomszéd olyan nem normális, de hogy igen, tehát extrémnek minősül mindenképpen. Nem is verseny, ami motor, meg stb. Tehát, hogy ezért ezek. Nyilván egyébként tök izgalmas dolgok, meg persze hát ki ne próbálná ki, de, hogy, de hogy, hogy, tényleg olyan, nem is azt mondom, hogy a határaidat feszegeted, de hogy, de hogy ez benne van egy kicsit? Nem tudom, ezek úgy mindig jöttek így az életembe, amire nem mondtam nemet, mert egy az, hogy mert érdekelt, kíváncsi voltam, meg tudom ezt csinálni, nyilván itt van ilyen feszegetés is, de, de úgy adódtak, úgymond, és akkor az ember nem mondja ezt, de hogy is ezt nem. Például pár éve kipróbáltam a jégbobot, életemben nem gondoltam volna rá, hogy én abban fogok egyáltalán ülni. Jégbob? Igen. Hát az a, 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 világ legmeredekebb dolga. Egyet értek. Hát azt nézni, hát életemben nem ültem jégbobban, de hogy az biztos, hogy nem ülök bele, az tuti. Olyan brutál gérők hatnak rád, és mész egy fehér csőben, hogy nem tudod felfogni, hogy egyáltalán merre mész, tehát ehhez kell nyilván egy rutin. De amikor azt mondták, hogy akkor jó, akkor itt van, ülj bele, nem mondom, oké, de hát ülj már be, hogy akkor vigyél le. Ja, hát hogy nem, egyedül megyek, egyedül, hát és mit csináljak? Van két bobtan a kezemben, azt húzogassam jobbra-balra, É, fékezni nem fékezhetsz a pályán, mert tarkon lőnek kb. mert tönkreteszed, mert az olyan, mint egy van a, a bobalján, és akkor az végig szántod a pályát. Hát, tehát ez a vészfék? Hát nem hát egy hogyha... órint, tehát vagy összejön, vagy nem. <laughs> hát nem jött össze. <laughs> nem mondod. <laughs> akkor eltestem, mint az olajtól, még a bukom is tört. De megúsztam Asztal... sérülés nélkül, a utánam lévő lány már kulcsontöréssel jött le. Hát ez, ez benne van ebben a sportban, de örülök, hogy kipróbáltam, mert hogy egy, a büdös nem ülök be többet. <laughs> az biztos. A másik, hogy egyébként jó volt átélni, hogy, hogy más őrült versenyzők, miket élnek át, és mennyi, mennyi tudás van bennük is, mert ezt felépíteni, és csak fél jöttem le, Rigában, nem a tetejéről. Hát nagyon komoly. Nagyon komoly fizikum kell oda is, hát meg olyan elhivatottság, hát mint egy kádba, aztán csúszál le ezen a lejtőn. Tehát, hogy Erről szól? Igen, hát a jégbobnál Dutáris. talán egyel van durvább a szánkó. Tehát ugye, ami szintén a, 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 a csőben, és ugye hát, hogyha nyilván látta az ember. Igen, tehát ugye, látsz valamit így a tokádnál, és akkor vagy hát a fordítás, és a lábakot remegnek, és hát az valami, valami egészen, egészen, én nem tudom, hogy azok az emberek miből készülnek, akik ott üzemszerűen szerűen végre, tehát ez nagyon meredek. Milyen volt a versenykamion? Uh, az is egy nagyon jó élmény volt, hogy a Kínában versenyeztem, és uh, hát a végén, tehát ezek nem egy ilyen nagyon professzionális versenykomionok voltak, más, amit itt Európában használnak. Utcai gumin, ez eh, csak keresztbe akart menni, nem, nem ismerte az egyenest, a 12-ben már nem tudtam beteni, mert annyira messze volt tőlem. Tehát ilyen uh, óriási harc, de, de hihetetlen élmény az, hogy ekkora monstrumokkal egy ilyen szűk pályán előzgetni, leesik az eső, Ó, fantasztikus élmény volt. Van olyan a listádon, amit még nincs, ami még nincs kipipálva, és amire nagyon fened a fogadat? Most akár verseny, át, hogy a bobot, azt, ki is húztad a lily, azt ki is, tehát radírozva, tehát nem, nem csak egy pipát kapod, de hogy, hogy valami olyan, ami, ami, ami úgy az nagyon csíklandosz, hogy hú, azt jól lenne kipróbálni? Hát én még rallycrossoznék egy kicsit egyszer, az még nagyon, nagyon érdekel. Meg hát nyilván a rallyban majd, majd esetleg egy r autóban ülni. Most ugye idén nekünk a Peugeot kupa a cél, hogy ott szeretnénk versenyezni. Ez jó, mert ez egy márka kupa, tehát ha együtt egyforma autókkal indulunk ezekkel a 208-asokkal, nagyon jó kis versenyautó, és ha jól tudom, leszünk vagy 10-15-en, tehát hogy nagyon nagy lesz a mezőny is úgyhogy nekünk most egyelőre ez a cél, aztán a jövőre sikerül-e átülni esetleg egy erősebb összkerekes autóba, dolgozunk ezen. Hogy fér össze a rali a magánélettel? Én azt gondolom, hogy ha, ha olyan pár találsz magadnak, aki, Akinek, akivel van közös érdeklődési pontotok, akkor ezt, ezt ezt együtt lehet így működni. Ellenkező esetben nagyon nehéz, mert nyilván sokat utazik az ember ilyenkor. Ha most abba gondolok bele, hogy effektív férfiakkal vagyok egész nap, tehát hogy ha van egy, egy is barátod, akkor azt mondom, hogy, hogy ő jól tolerálja. Úgyhogy most egyelőre jól vagyok. Oké. Okay. <laughs> Rendben, ennél mélyebben nem megyünk el. Uh, meddig és. Uh hogyan lehet ezt csinálni? Mert, mert azért látjuk, hogy akár 60 évesen is ugyanúgy versenyeznek, és, és, ott vannak. Hát nyilván nehezebben kell fel az ember valószínűleg reggel, meg egy kicsit jobban meggyötri mondjuk az autó. Nem feltétlenül? Ha meggyötri azt inkább azt, mondjuk, hogy korábban, hát igazából az idősebbek már korábban kellnek, később fekszenek, tehát kevesebbet alszanak, nem? Hát, hogy még ez jó is jöhet ha jövőben. Hát nem tudom, ameddig, vannak támogatói, uh, ameddig vannak sikerei, szerintem ez addig művelhető. Aztán... A láng az belül az úgy Hát az tűzet, ez nem lehet kioltani. Ha valamiért meg vagy vadulva, akkor az, az marad, nem? Hát ezt látni, hát, hát silog a csillog a szemed, szóval az, nincsen kétségem, hogy ez igen, itt, kevés lenne a, a porraloltó Hát én nagyon sok sikert kívánok neked, és nagyon örülünk, hogy, hogy elfogadtad a meghívást, és nem is tudom, mit kívánjak neked? Sok dobogót. Oké, okay, akkor legyen így. Köszönöm. Fogal Adriánnak nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Ha tetszett az adás, és szeretnél még hasonló tartalmakat nézni, iratkozz fel a Sláger FM YouTube csatornájára, és értesülj elsőként az új tartalmakról.